Egy tisztázó kérdést szeretnék föltenni a személyiség kapcsán. Hogyha akkor jól értettem a szavaitokat, akkor gyakorlatilag arról van szó, hogy a tudatalatti kivetülése a személyiség, hogyha folyamatként tekintem egy személyiségnek a működését, információként, és ez, ez alapélményként egy macskánál úgy néz ki, hogy minden macskát fölismerek, de minden macskát látom a különböző személyiségét, ami információ éppen bele csatornázódik abba az állatba, és az embernél is az alap hogy ha jól értettem szavaitokat, jót beszéltem, tehát ez helyes, amit gondolok? Így. Az a baj ezzel, hogy te az állatnak az ember között nagyobb hasonlóságot feltételezel, mint van. Tehát a macska, az macska tud lenni. Egy tökéletes macska nem tud tökéletesebb macska lenni. Az ember viszont tud, mert fejlődési lehetősége van. Az elefánt nem tud még jobb elefánt lenni. Legfeljebb, ha nagyon jó elefánt, akkor leszületik embernek. Tehát, hogy ezt itt kell látni, ez az egyik baj ezzel. A másik baj azzal, ugye a gondolatról egy kicsit beszéltem az elején. Tehát a gondolat az egy teremtés. Tehát te teremtesz a gondolataidon keresztül. Vagyis, ha én ezt megpróbálom tudatosítani, akkor elkezdődik az, hogy a tudattalabból följövő készítéseket is egyre inkább tudatosra tudom tenni. Tehát egyre éberebb vagyok abba, amit cselekszem. Persze, akkor is ott lesz a hiedelemrendszer, a szokásrendszer, ott lesz az attitűdrendszer, ezek ott lesznek, csak annyira átíródnak, hogy már a fejlődési szinten sokkal magasabbá válik, és sokat hallottam ezen az úton. És ugye nincs vége, hát ugye itt van a bódiszatva fogadalom, annak a megvalósítása, hogy összisza, tehát ismerjük ezeket a lépcsőket, sőt, ismerünk embereket is, akik eljutottak idáig, tehát ez nem egy lehetetlenség, viszont nincs más út. Tehát, hogy itt ezt kell látni, hogy az emberi lehetőség egyik oldalról óriási nagy az állatok véhez képest, de másik oldalról a felelősségünk sokkal nagyobb, mint az övék. Ez csak annyit, hogy az első mondatnál már egy olyan gyökeret véltem felfedezni, amire érdemes építeni, tehát, hogy túlságosan sok hasonlóságot fedezel föl, vagy állítasz így ezzel a személyiség definícióval az állat és az ember között. Az embernek nagyon-nagyon intelligensnek tűnő, de mélységesen primitív gondolkodásmódja van. Tehát sok olyan állat van, aki intelligensebb, mint mi. Tehát én szeretnék egy delfin kognitív struktúrájával rendelkezni, azaz az elképesztő komplexitással, amivel kommunikálnak, úsznak, táplálkoznak, párosodnak, egy darab háborút nem csinálnak, és tök jól el vannak több millió éve ezen a Földön. De egy valamit nem szeretnék feladni, a tudatos énséget. Tehát az állatnak le van hegesztve a homlok csak Köszönöm szépen, fix a program. Tehát evolvál, de nagyon lassan, és nincs tudatos én. Tehát nincs olyan, hogy egy kutya mondjuk kutyátlanul viselkedne, vagy kutya fölötti módon viselkedne, vagy szeretne egy kutyatökéletességet elérni, neki baja van a saját kutyasságával. Az ember mindezt megéli. Bajon van az éjségemmel, lehetek embertelen, lehetek emberfölötti, lehetek emberi, embert meghazuttoló, embert igazoló. Tehát egy tudatos éjségünk van, lásd a kilépő cédula az édenkertből, amikor elkezdtük megkülönböztetni magunkat a környezettől, és elindultunk három elidegenedés felé. Elidegenedés a környezettől, a másik embertől, peremberektől, emberektől, és önmagunktól. Ezt egy állat nem tudja megcsinálni. Tehát az ember ezt a kihúzott én fogalmat, ami a tudatosság, a tudatküszöbb szintje fölé volt kihúzva, soha többet nem tudjuk emberként ezt visszagyömösszölni, pedig hányféleképpen megpróbáljuk, hogy ne legyen probléma az én tudatunkkal. Hogy az energiaszintünk olyan magas legyen, hogy az már szét is éget, az információ tartalmunk meg olyan alacsony, mint egy féregé vagy egy szikláé. Nem fog menni. Tehát ezzel az én fogalommal vagy csinálunk valamit, mondjuk felébredünk, mondjuk tudatosodunk, mondjuk fejlődünk, vagy pedig levisz minket a legsötétebb mélységbe, ahol az állat az egy etalon lenne. Tehát mi a démoni és pokolbeli mélységeket is meg tudtuk csinálni, nézd meg a 20. századot és a 21. is bőven, és a fantasztikus magasságokat is el tudjuk érni, ez már azért 3000 évre vissza kell menni, hogy paradigma teremtőket lássál. Tehát a tudatos énség az egyetlen lehetőség, amivel fölfelé lehet menni, és az eltiport, elsötétedett énség pedig az, ami csak lefelé fog vinni. Így. Ezért egyre több az identitás zavar köztünk is. Vagyis ki vagyok én? Egyre nagyobb. Ezt így lehet éveken keresztül érezni, ahogy ez így egyre növekszik. Ja. Köszönöm szépen. Egyébként, kérdés? ott? Nekem az a kérdésem, hogy a tanár úr említette, hogy ugye tudományosan már bebizonyították, hogy a gondolatból származik az érzelem, vagy hogy a gondolat váltja ki az érzelmet, ugye? Ezt jól Igen. értettem. Igen. És hogy egyrészt ez miért fontos, mondjuk a terápia szempontjából, hogyha mondjuk azt veszük, hogy hogy mondjuk egy kellemes zenével is lehet szerintem hatni a gondolkodásunkra, illetve nyilván hát a Hát gond... az, hogy egy rövid időre jól érzett magad legfőjebb. Igen, igen, igen. De hogy hát az... ez szerintem, hogy így oda-vissza az érzelmek is hatnak a gondolatokra, és hogy, hogy ez miért fontos, illetve például, hogyha történik egy olyan trauma valakinél, ami mondjuk egy adott ilyen érzékszervi tapasztaláshoz kötődik, mondjuk egy, egy, egy hanghatáshoz, vagy egy illathoz, és ez mondjuk beaktiválódik később felnőtt korába, akkor itt átfut -e az egész egy ilyen nem tudatosult gondolaton, ahogy mondjuk egy ilyen rossz érzés rátör az emberre, hogyha meghallja ugyanazt a hangot, vagy ott például gondolat nélkül mégis megérkezik ez a traumatikus élmény. Amit te most csináltál, ezt úgy hívjuk, hogy racionalizálás. Ez... Ez nem jó vagy rossz, hanem ez egy racionális gondolkozás. Az érzelmi állapotainkat azonban az nem racionális. Tehát racionális magyarázatokkal nem lehet megközelíteni. Megélni meg lehet. Tehát te megélsz egy érzelmet. De hogy miért pont azt az érzelmet éled meg, és miért nem a másikat, ezt nem tudod. Viszont, ha azt megcsinálod, hogy ez a, ezt az érzelmi állapotot egy megváltozott tudatban újra megélve megkeresed a gyökerét, akkor nagyon sok minden fog kiderülni. És ki fog derülni, hogy a beknek igaza volt, hogy te minden állapotodat a gondolkozással teremted. És ez a zennel is <tosz> teljesen egyezik, hogy ugye <tosz> amikor te valamiről azt hiszed, hogy, akkor az a valami megteremtődik a számodra. De az nem a valami, hanem azt te teremtetted valamivé. És ugyanez vonatkozik a hangulati állapotainkra is. Tehát azért élek meg valamit kellemesnek, mert azt tanultam meg, hogy az kellemes. De mindenféleképp a, 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 mi létrehozta annak a érzelem meg, előtt ott kell lenni a gondolatnak, ami ebben megjelenik, még akkor is, ha ez nem tudatos. Ugye a zenéknél például meg lehet ezt figyelni, hogy hat a zene. Én például most otthon megnéztem az István a királyt. nem emlékszek, mikor sírtam utoljára, most zokogtam. Megengedtem magam, most egy szabad nyaram volt, elvonultam, nincs feladat, ta, ta, ez -ta -ta, tart szombatig aztán már nem így lesz, de most ez volt. És teljesen át tudtam adni magamat az István a királynak. És ez megjelent. És ha én ezelőtt két hét, vagy ne, az nem jó, négy hónappal belehallgatok az István, én biztos nem sírtam volna. De mindig ott lett volna, hogy Béla, ezt kell csinálnod, most holnap ezt kell, jövő héten ezt kell, és készülök, most ez, ezt kell elintézni. De bele tudtam ebbe menni. <kül> és hogy <kül> A persze a, az a gondolat, amikor megjelennek, és hát ez tényleg egy remek mű, azokat, ha át szeretném élni, akkor átélhetővé kell magam számára tenni. Na de hogy teszem magam számára? Hogy megteremtem azt, például így, hogy nincs feladat. És akkor átadom magamat. Az a baj ezzel a gondolkozók és, és érzek, hogy miután te hogy élet meg a dolgokat, hogy érzelmeket érzel. És iszonyú nehéz elfogadni, hogy ezt a gondolkozásra hozod létre. És ez egy segítség, hogy te teremted. Te vagy a teremtője ennek az egésznek, és a teremtés, ahogy például a fejedbe, akár tudatos, akár nem tud, az gondolat lesz. Érdekes, amit mondasz, mert én nagyon sokszor éltem át és élek is hát olyan állapotot, ahol mindenféle gondolkodás nélkül érzelmek keletkeznek bennem. De legtöbbször jó, hogyha azokat artikulálom, ha kell verbalizálom, és egyfajta gondolati mintázatot rendelek mellé. De legtöbbször a gondolataimat is tudom érzelemmentessé tenni, és az érzelmeimet is tudom gondolatmentessé tenni. Ezt azért tartom nagyon fontos, hogy mind a négy alapcsatornát a személyiségben a helyén kell kezelni. Érzelmek, gondolatok, beszéd, cselekedet. Ezek annyira fontosak, hogy például a Mahajánában négy bóthiszatvát rendelnek mind a négy mellé, egy per darab, és ha megfigyeled, naponta háromszor leborulunk ezen bóthiszatvák előtt, a érzelmek, Manjusri gondolatok, sitigarba, Garba, beszéd, Samanta Badra, Deheng cselekedet. Tehát a mahaján a zseniális abban, hogy egy működőképes, a pszichikum térképéhez hasonló vagy analóg panteont épít ki, externalizál, elvégzi a műveletet, és utána internalizál. Zseniális. Hát Nehogy azt hit, hogy én azért szeretek énekelni naponta háromszor, mert ez a múzeális viselet egyébként nem lenne meleg, meg kicsikét praktikátlan. Nem. Azért, mert érzem azt az energetikát, ami az információ tartalmat megváltoztatja. És az éneklés elvisz egy olyan energiaszintig, és ezért köszönjük Ildikónak a kídókat, és legyen szíves mindenki jönni a kidó elvonulásra. Ne bujjál, látom, hogy ott vagy. Tehát amikor arról van szó, hogy kidó, az az energia útja. Ez azt jelenti, hogy ezzel az énekléssel olyan magasra emelkedik az energiaszinted, hogy a hamis tudatot, a hamis önképet, azt az információt, amire nincs szükséged, de mégis azonosulsz el, ki tudod égetni magadból. Tehát mind a négy csatorna önálló és autonóm, mind a négy hat egymásra, és a négynek az integrációjával alakul ki a stabil személyiség. Az autentikus viselkedés az csak úgy lehetséges, hogy a saját személyes integritásod megvan. Tehát, hogy ez a négy csatorna, ez nem megy különböző irányba. nem teszel más, mint amit mondasz. Amit érzel, elmered gondolni. Amit gondolsz, kimered mondani. És persze vannak olyasféle időzítések, hogy kinek, mikor, mit, de hogyha ez a négy kábel, ez nincs egy nagy kötekben, ha ez a négy személyiségelem nem megy egy irányba, ezek a csatornák széttagolódnak, és szétesünk darabokra. Elkezdünk hazudni magunknak, hazudni másoknak, mást gondolni, mást érezni, mást mondani, mást tenni, mert a pillanatnyi érdekeink ezt kívánják meg. Honnan veszed észre? Gyengül a psziché. Gyengül az ember. Tehát szállanként a hajó köttél még a körömollóval is elvágható pár százezer kenderszálat összefontak ilyen alkarnyi vastag kötélé, az anyahajót megtartja. Hát ennyit számít a személyiséged integritása, mert úgy tudsz autentikusan, specifikusan úgy működni, hogy neked kell, és ebből van a hitelesség. Nem másból. Ezért kell megnézni, hogy mit, mivé alakítasz át a gondolkodással, az érzelmekkel, a beszéddel és a tettekkel. Egyéb kérdés? Hogyha gondolkodás teremt mindent, amire szükségem van, megteremtettem a gondolkodással a zent, akkor megteremtettem a gondolkodással a szútrákat, megteremtettem mindent, hogy nekem segítségemre legyen, de mi teremtette a gondolkodást? Hát! Most mi van? Most nem tőled vártam a választ. Azért kaptad? Mila? Tehát a gondolkozási előtti állapotban ered a gondolkozás. Úgyhogy ez teljesen Még egyszer, egyértelmű, bocsánat. de ez, ez, ez nem a logika szintjén fut már, az már egy magas szintű gondolkozás. Tehát ha összefüggéseket keresek, mint a kérdésed, amit föltettél. De erre a válasz az, hogy a gondolkozás előtti állapot, Ból jön létre a gondolkozás, és a gondolkozás, ha meditálsz például, az visszatér a gondolkozás előtti állapotba. Így Hosszabban hallottad azt, amit röviden tőlem. <laughs> Egyébként ez száz ember közül 99 és fél nem fogja elhinni. Most amit mondtunk aki racionálisan, logikusan gondolkozik, annak ez lehetetlenség. Majd Mi az, hogy gondolkozás fog. előtti állapot. De ez addig van, míg szubjektív egyszer nem éli meg. És se elmondani nem lehet, sem rávenni, meggyőzni, ez nem jár. Tehát ennek egyetlen megoldása az van, hogy szubjektíve megélem. És akkor megélem azt, hogy elkezd a gondolkozásom eltűnni, és benne vagyok valamibe Mibe? Nem fogod tudni megmondani a nem, leszel a nem tudom leszel nem ja. ja. És kérdezhetek még egyet? Tőlem. Ha tőlem kérdett, az úgy tudom. Mind a kérdezik Hogy a gondolkodási előtti állapotból hogy merül fel az, ami nekem pont jó lesz? Az nem fog úgy fölmerülni, vagy ha úgy merül föl, az véletlen, hanem úgy fog fölmerülni, hogy elkezd el szelektálni, és próbálod megkeresni a megfelelőt. Csak így fog jönni. Tehát a megszületik az újszülött, már kommunikál, tehát vannak neki valószínű gondolatai. Csak ezt még nem tudja kifejezni. De ahogy fölsír, az anyja tudja, hogy tisztába tegyem, etessem, vagy játszak vele. Honnan tudja? És ha megfigyeled, ahogy közeledik a gyerekhez, lelassul a járása, átalakul a mozgása, és összehangolódnak. Na most ezt nem lehet megmagyarázni. De ha rosszul csinálod, akkor gyerek üvölt tovább. <laughs> ugye az az eredmény. Helyzetfelismerés, kapcsolat, cselekvés. Hosszabban hallottad, most röviden. Akkor ezek csak véletlenszerű felmerülések, és csak próbálkozás alapján lehet őket tapasztalni? Ha véletlen, hiba, ha szükségszerű, az is hiba. Tehát ugye egyszer vagy, vagy a külvilágra reagálsz, vagy a másikra, vagy önmagadra. Mondj egy negyediket. Hogy reagálsz? Úgy, hogy hat rád, lesznek gondolataid, amik be benne, belekerülnek az előző hiedelmeid, szokásait, és akár a gyerekkorból jövő sémáit, és az gondolatformájában jelenik meg. Na most ezben nem vagyunk tudatosak. Amikor pszichoterápiát csinálok veled, és te szeretnéd mondjuk megérteni azt, hogy miért félsz a liftől, most csak mondok egy példát, akkor nem azzal kezdjük, hogy én megmagyarázom, hogy miért félsz a liftől. Hanem azzal kezdjük, hogy azt mondom, hogy képzeld el, hogy félsz a liftől. És ha jól csinálom, akkor reszketni fogsz. És akkor azt mondom, hogy keresd meg ennek a gyökerét. Honnan jön ez? és egyszer csak azt mondod, hogy kisgyerek vagyok, ez és ez történik velem. De ez nem lesz tudatos, pedig addig is mindig így történt, amikor féltél a lifttől. Hogy alapvetően a bizonytalanságot élted meg a lifttel. Arra vetítetted ki. De ez nem azért van, mert azt gondolom, hogy félek a lifttől. Az egy viselkedés, egy következmény de a biztonság hiány van mögötte. És a megoldás a saját biztonságomat meg kell teremteni. Nincs más megoldás. Csinálták azt, hogy a liftet elindították és megállították két megálló között, hogy az illető még nagyobb szorongást élni, és akkor majd az előzőt elfelejti, ezt hívják inger nem működik. <laughs> Ez sem működik. Tehát, hogy el kell menni a gyökerekig, és meg kell ott találni. Az én kérdésem az, hogy a felnövés hogyan segíti a felébredés folyamatát, és a felébredés hogyan segíti a felnövést, illetve hogy ezeknek milyen arányokban kell lenni az életünkben, hogy egyensúlyban legyünk. A felnövés felébredés egymástól függetlenül zajlik. Tehát egy keleti <coughs> nagy joga, jogi, az nagyon magas szinten felébred. Elment Amerikába, és a csajok villogtatták a bugyiukat, akkor meg akarta dugni őket. Mert nem volt szexuális műveltség. Ebből rengeteg félreértés volt 5-10 évig. is sok bonyodalom, mert hát, hát in, a, in, Indiában ha valaki volt, ott nem villogtatják a bugyiukat a nők. A őket tényleg kiteszik, de az más. Tehát, hogy az ő felnövése, az nem érte el azt a szabályszereprendszert, ami az amerikai kultúrának megfelelt. Aztán megtanulták. Volt egy csomó bírósági ügy ebből, mert hát ugye sokan félreértették. Tehát, hogy a. Tehát ez a válaszom. Viszont, ha te a plurális szeretnéd meghaladni, az felébredés nélkül nem. Tehát itt van a baj Amerikában is, hogy már eljutnak idáig, hogy plurálisan gondolkoznak, de nem tudnak az integrálba átlépni, mert ahhoz meditálniuk kellene. Ez ott indul, hogy rálátsz magadra, mert hogyha ki tudtad mondani azt, hogy én, akkor ebben az énben egy csomó minden benne van, és előbb-utóbb, hogy ez az énség milyen karmát tartalmaz, erre rálátsz. Ezt ugye az önismeretből az önmeghaladás felé való haladásban ugye, mondtam el, és ez a rálátás egy mini ébredés. Aztán ahogy haladsz a nem azonosulás látás nem azonosulás útján, úgy van a látás általi megszabadulás egyre teljesebb állapotban. Tehát az ébredés abban az állapotban ki van húzva üveghangra. Ez mondjuk egy 90 napos elvonulás utána mindenképpen ki kell menni a világba. Le kell menni a hegyről a völgybe. Amilyen minőséget elértél a hegyen, azt integrálod a völgyben, magyarul fejlődni fogsz, mert az átalakult, vagy urambocsán meghaladott önképből szükségszerűen a 270 fokon egy újabb ötvözet, egy újabb személyiség fog keletkezni. És amikor ez a völgyben elér egy bizonyos uh, kimerültségi fokot, akkor már eleged van ebből az újabból is, már elég hibát követtél el, és akkor megint meg kell haladni ezt, és akkor megint van egy ébredés, a lejössz, megint van fejlődés, annak egy kicsit a kifulladása, aztán megint van ébredés, megint van fejlődés, és ha rám hallgatsz, ezt te rendszeresen csinálod. Tehát nem várod meg, amíg egy, egy újabb egóba bele szorulsz, hanem rendszeresen karban tartod azt a személyiséget, ami van, hogy nehogy egókérek kérek szilárduljon rá. Tehát rendszeresen megébredsz, azaz felébredsz, utána pedig fejlődsz, integrálódsz, és utána megint kijön egy maradványkarma. Most, hogyha naponta a kis testünket be tudjuk vinni a fürdőszobába, akkor naponta miért ne tudnánk a lelkünket és a tudatosságunkat a testtel együtt bevonszolni egy meditációs terembe? Alapvető mentálhigiénés foglalkozás lenne miért ne tennénk meg? És a válasz az, mert ez a kultúra tömegesen a Földön még sosem terjedt el. Tang dinasztia Kína, nagyjából 600-900 Krisztus után 10%-a volt ténylegesen buddhista, de azok nagyon, azok szerzetes-szerzetes nő kökeményen tolták, a társadalom többi része az passzívan volt az, hát eljártak templomba, az udvartartásban ott voltak szerzetesek, de az uralkodók, azok konfuciánusok voltak, elmentek ceremóniára, de tényleges belső munkát 10% végzett. 300 év! és a mai napig abból a kultúrából élünk. Ugyanúgy, ahogy a 400 és 900 közötti silladinasztia Koreából élünk. Mert akkor volt a társadalom egy olyan szinten, olyan gyümölcsöket, gyémántokat tudta kitermelni, megérlelni ezen szempontból. Elolvasod a Kohn Hol vannak most azok a tudatosságok? Mi nem paradigma teremtők vagyunk, legfeljebb paradigmát integrálunk, és megújítjuk az utakat, amelyek már léteznek, de nem mi találjuk föl. Tehát ez a korszak, ez nem rendelkezik azzal az energiatartalommal és információ tisztasággal, hogy ezt megtehessük sokkal többen élünk a Földön, mint akkor, kb. nagyon húszszoros biztos, sokkal nagyobb a káosz, sokkal nagyobb az entrópia, sokkal nagyobb a harc azért, hogy az alapvető dolgok meglegyenek. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ha már ráláttunk erre, hogy az egyik nagyjából a yang felébredés, meghaladás, érzékszervisíknak a, a felülmúlása, Na a másik, a fejlődés, nagyjából a yin, visszatérés az érzékszervi síkra, a karmának a megfelelő átalakítása, és utána a tanulságok levonásából megint egy ébredési ciklus, ez nagyon hasonlít ahhoz, mint amikor ott van a kör, benne a két delfin, fekete-fehér ellenkező színű szemecskék, és ez az egész így forog körbe. Úgyhogy ennyit tudnék az ébredésről és a fejlődésről neked most. Köszönöm, és így az arányokról, hogy nagyjából mennyi terápiának kell arányolni, mennyi meditációhoz? Szerint. Az a baj ezzel tört, hogy van egy alapigazság, Nincs két egyforma ember. Uh -huh. Én nem találkoztam még két. Olyan hogy hasonlít de hogy egyforma, olyan nincs. Tehát ezeket az eredményből lehet csak meglátni, hogy meddig jutottam el. És azt se fogod tudni szavakba elmondani, ha már egy szintig eljutsz. Tehát valaki minél kevesebbet beszél, hogy hova jutott el, valószínűleg annál magasabb szinten van. Ma. Nem csak azért, mert ezt így tanulta, hanem azért, mert nem tudja elmondani. Tehát ez csak megélni lehet. Ez a szubjektív átélés, ami ugye itt azt látod, hogy napról napra a mostani társadalomba is zsugorodik. Tehát a szubjektív megélést egyszerűen percekig nem tudják már elfogadni a gyerekek a telefonjuk miatt de a felnőttek se. Hát szállj be egy metróba, nézd meg, ami ott zajlik. Mindenki. Egy percig nem tud szubjektíven létezni, valami kell, ami őt meghatározza. Na hát ez, ez nagyon tragikus. Sőt, elteréle figyelmet saját magáról, a meghatározza azt jelenti, hogy bilincsbe veri. Miért? Mert nehogy már látnom kelljen magamat. Ez a szubjektív megélés számon, az, hogy nehogy már lássam magamat. Mert hogyha mindenféle médiumot, figyelemelterelést, entropikus eszközt félreteszek, előbb-utóbb tényleg felfedezem, hogy magamban mi van, és az legtöbbször igen kínos. Csak ezért. És én mondjuk nagyon-nagyon ilyen töredék százaléknyi tapasztalatom van terápiából, de csak úgy, mint a konstellációs kurzusnak a résztvevője, amikor ugye segítőknek tanultunk. Én azért mondanék egy arányt. Minden feltáró mozdulathoz, tízszer annyi láttató, konszolidáló, integráló praxis kell. Ezt részben az is mutatja, hogy egy alapos családállítás után te még egyszer mész, még egyszer mész, még egyszer mész, borzasztó dolgok tudnak történni, és legalább olyan 7-8 hetet várni kell, mielőtt újra kliensként te ezt megteheted. Tehát a léleknek be kell hegedni, konszolidálni kell a karmát. Na most, ha gyakorolsz, ez gyorsabb, alaposabb, de az ráfordított idő számomra pontosan így a tízszerese. Tehát egy nap konstelláció, tíz nap meditáció. Hát És vagy, többi. vagy több. Tehát én ezt most azért mondom, mert ha már tízszeres, akkor már még több is lehet. De ez egy, ez egy elképesztő arány, hogy az emberek, mivel azt remélik, hogy majd a gurú, a terapeuta, a pap és a csoda ember megoldja, ezért járkálnak ezekre a kurzusokra, járkálnak a különböző terápiás foglalkozásokra, és annyi karma lesz a tányérjukon, egyszer megfulladnak tőle, nem tudják megenni, megemészteni, és az egészet a helyére tenni. Hát az üresség természetű tudat, vagy az advaita, a nem kettős tudat, vagy a tiszta tér, tiszta tükörszerű tudat, ez gyakorlatilag ugyanaz a minőség. Ezt azért kell gyakorolni, hogy bármennyi karma jön, az én tudatod nem feszül rá, mint celofán a bontott csirkere, és nem kezdesz el azonosulni vele. Mert hogyha ráfeszültél, nem voltál elég téres, hanem csak énes és ekkor újra termeled a traumát. Tehát onnan veszed észre, hogy túl sok karma van a tányérodon, és nem etted meg, nem emésztetted meg, hogy újra termelted a traumát. Mert az, azaz, az, azonosulás nem szűnt meg, az én kép lényegében nem változott. Ez bemutatja azt, hogy mennyi gyakorlásra van szükségem nekem ahhoz, hogy a lényegi azonosulásaimat eloldozzam. Tehát tényleg nincs két egyforma ember, de én ezt az alaparányt, egy a tízhez, ez brutális, és az emberek pont a fordítottját csinálják. Tehát régi mondás, Kína, elolvastál egy könyvet, ezer lépést kell tenned. Itt most ezer könyvet elolvasunk, és egy lépést nem teszünk. A konstelláció, most a te élve, ott van egy olyan dolog, hogy kitágul a tudat, mert egyébként meg nem működik. Kitágul a tudat. Ez egy élmény. És ha valaki ezt nem érzi, akkor azt hiszi, hogy ha minél többször kitágul a tudata, ő annál egészségesebb lesz. A nagy ember, aki ezt kitalálta, az videókon lehet látni, dolgot van ezzel. Igen. És ott hagyta. És menj el terápiába. Ma itt egy általános állítós, az megmondja, mit csinálj. És Konkrétumokat a... mond. Azt mondja, hogy ez azért van, azt azt csináld. Nincs ilyen. Tehát azt mindenkinek saját magába kell megtalálni, hogy hogy dolgozza ezt meg, és hogy, hogy vigye vissza. Csak ez ugye megint az, hogy pénzzel elérhető, akkor miért ne, és akkor nincs vége, és függőségbe kerül. Tényleg vannak függő emberek, akik állításra járnak minden hétvégén. Ugyanahhoz, és akkor ilyen őrültségek, hogy csinálnak 7 8 sokszor 10 állítást, és mindegyik beiker probléma van. Na, hát, azt azért hagyjuk abba. Pontosan. És ezek után visszamegy. Szóval... Hát az a szeretet, Béla, ami ott van, az ott itt lehet facsarni a térből. Hát az az ésség, az a szeretetéség, az, szeret. Igen. Egyéb kérdés. Tessék úr. Bogi? Ha már konstelláció, és amúgy végtelenül egyetértek ezzel a futószalagszerű működéssel, vagy ennek a problémájával, hogy gondolom intuitív alapon, de az a kérdésem, hogy te hogyan ötvözöd a csoportjaidban a Hellingeri módszert, a pszichodrámát és a bodyworkot, amit említettél, mm -hmm. meg hogy mi a véleményed a fúziós állításról, illetve hogy a kibben értem, de hogy a csoportjaidon belül helyet kap az önvaló fogalma tapasztalati úton, gyakorlati szinten valamennyire. Tehát hogy kuszik be kelet ilyen módon? Nagyon ritkán van egybe, csak most kiemelek egyet, de van ilyen, aki eljön utána meditációra. Én csinálok hétfőnként egy hónapban egyszer meditációt, és eljön és meditál. Ezt nem kell sűrűn jönni. Ha otthon gyakorol, akkor néha együtt vagyunk. Jó? De a másikat, hogy én kétféleképp csinálok csak hálítást. Az egyik az, amikor pszichodrámában eljut valaki például odáig, hogy a laticert szétveri az apja helyett végre az addigi elfolytott agressziója fölszabadult. Mert addig úgy érte az életét, hogy agresszió elfolytása volt, pszichoszomatikus betegségből támolygott egyikből a másikba, megcsinálta. Na de itt nincs vége. Nem mindig van vége. Ha azt látom, hogy kimerült vége, és akkor majd folytatjuk. De lehet egy olyat is, hogy mondjuk azt mondod neki, hogy járj körbe, és beszélt ki az univerzumban, amit most érzel és azt látod, hogy megnyílt a felé, hogy most miután végre megmutatta az agresszióját, amit eddig sosem mert, az túllépje rajta. Na, akkor csinálok állítást. És azt mondom, meg a távolságot, néz a szemébe, és mondjuk azt az első két mondatot még elmondom, hogy köszönöm, hogy megszültél, vagy megszülethettem, vagy valami. Figyelt a szemét, és mondd tovább és engem fegyverrel se lehet rákényszeríteni, hogy még egy mondatot mondjak. Mert vagy tudja folytatni, vagy nem tudja folytatni. Tehát, hogy itt vagy tágul a tudat, és akkor bejön valami, vagy nem tud tovább tágulni, akkor hagyjuk békén, mert nincs még itt az ideje. Az állításokat még úgy is csináltam, hogy <kül> nekem nagyon sok tanítványom van, és akkor csinálják a terápiát, és elakadnak. És akkor egy hónapban csináltam egyszer, keddenként volt ez, olyat, hogy ő elhozta azt, akivel elakadt. Tehát ott volt mindig a terapeuta, és ott volt a paciens is. És ő is részt vett az állításba. És utána adtam neki egy szupervíziót, ahol megbeszéltük, hogy én mit láttam, vettem észre. Tehát ezeket az embereket sose láttam. Utána se foglalkoztam velük, mert mentek vissza eddigi terápiájukba. Csak ennek az volt nagyon neheze, hogy négyet akartam, abból hat lett, mert például az Ilona megsajnálta és beírta, és akkor az már ugye öt, aztán még hozzá itt valakit, te úgy is meg tudod csinálni, de <laughs> mindegy, és nekem két nap kellett, hogy visszaszerezzem magamat. Tehát, hogy Ugye ezek mind nehéz esetek voltak, duplá érintett voltam, mert a terápeuta is ott volt, aki az én tanítványom, ugye ez is megjelent. A folytatás megvolt, mert ő ment vissza a terápiába, tehát az megvolt, csak engem rettetesen igénybe vett. És hát most például már nem csinálom. De na, tényleg én nem, nem szoktam kimerülni, úgyhogy sokszoros tűzenergiám van, de hát azért mindenki van határa. Tehát az állítás ez volt a második forma, mert a folytatás terápiás szinten biztosított volt. Ezért én úgy utcáról bejön valaki, az úgy nehéz. Ugye utána az a baj ezzel, hogy ugye szeretne hozzám jönni. Na most, ha én csinálok vele valamit, hozzám akar jönni, akkor vissza kell utasítani. És hát az nem egy jó érzés, hogy valakit elkezdtél megismerni, dolgoztál vele, és akkor visszautasítsam. Tehát jobb. É, világos, hogy ehhez a szakmai kérdése szakmai úton csak Béla tud szólni, viszont két dologról szeretnék beszélni. Az egyik a tanítvány per kliens helyzete, a másik a tanító per terapnak a helyzete. Egy olyan ö, társadalomban élünk, ahol ezek a helyzetek az elmúlt 2000 évben eléggé lelettek harcolva. Tehát eléggé definiálva lettek, hogy mint kliens, mint teremtett, mint beteg te ki vagy és mint tanító, gurú, pap, a földi helytartó, te ki vagy, és ezekből a, azt mondom, skatujákból iszonyú nehéz kilépni. Honnan látod ezt? Hogy a kliens elvárja, hogy te legyél háromféle dolog egyszerre. Legyél szíves gyógyítónak legyen, te gyógyítsd meg őt. Nem arról van szó, hogy felébreszted a gyógyulás természetét a buddha természetén keresztül, amelyről utóbbiról nem is kell, hogy beszélj, hanem te gyógyítsd meg, te add a gyógyszert, te mond csak egyetlen szóval mond, és meggyógyul az én szó. Szóval. Tehát egy szóval, gyógyítsd meg. A másik, hogy legyél szíves, vágyd meg a terhétől, a karmájától. Tehát, hogy vedd le róla a terhet. És ez a leveszem a terhet, ez ugye az, hogy hát újra lát a vak, meg feltámad Lázár. Tehát levenni azt a terhet, amit egyébként azért visz, mert ő vette magára, mert nem volt elég tudatos, és hogyha nem tudatosodik kellőképp, akkor nem is fogja levenni. Miért? Te leveszed róla, és azonnyomban felvesz egy másikat. És a harmadik pedig legyél egyszerűs proféta lenni, és mondd meg a jövőjét. Jó? Tehát a gyógyító, megváltó és jövőbelátó látó proféta, vagy pedig lásd meg a lelkét, lásd meg a tudattalanyát, csak akkor mondd meg, hogy ő kicsoda, ugyanaz a profétikus probléma. Na most én azt látom, és ez Paralel és nem érinti közvetlenül, amit most Béla mondott, mert nem érintheti, hiszen nem vagyok abban a helyzetben. Viszont abban a helyzetben, mint tanító vagyok, hogy lássam azokat a problémákat, amelyeket el kell kerülni ahhoz, vagy meg kell haladni ahhoz, hogy amit most hallottál, szakmaiság, az működjön. Tehát ezt a három projekciót senki, normális tanító, terap nem engedheti meg, hogy profétának gyógyítónak és megváltónak tételezzék, és ezeknek az elvárásoknak néha ő meg akar felelni, hogy majd ő megmondja, majd ő megoldja, majd ő leszedi, és ezt nem. És akkor tudunk érdemben találkozni, és akkor tudunk érdemben segíteni egymáson. Lásd, ébresztés, ébredés, fejlődés, fejlesztés. Egyébként a mostani úgynevezett modern társadalomba a legmagasabb humán tevékenység a pszichoterápia. Mert gyógyít és tanít is. Egyszerre. Ugye ezt régen papok csinálták. Ja, és Na, papnők. Azok és is pap, csak papnők, is. papnők csak Egyiptomban ott persze. lent. Meg persze. kicsit a görögök aztán rómaiak, mert ezt nagyon. Egyébként, Ildi, emlékszel még a másik kérdésedre? Az volt a másik kérdésem, hogyha ezek szerint lehet az életfeledat az, hogy az ember megtalálja a biztonságát. És a gondolkodás előtti állapot az nem név és nem forma, nem tudat és nem butha, akkor hogyan lehet mégis, hogy az ember ott találja meg a biztonságát? Nem a gondolkozás előtt találja meg, hanem megtanulja, amit nem kapott meg, például az ősbizalmat, azt most megadja magának. Ez első menetben úgy van, hogy a terapeuta adja meg neki de úgy csinálja, ha jó a terápeuta, és azért ez nem gyakori, hogy ő meg tudja utáni adni magának ezt a biztonságot. És ez nem gondolkozás előtti állapot. Ez egy megélés, ahol azt éled meg, hogy ugye érted, van minden. Tehát te biztonságban vagy, mert érted, van minden. Ugye a magzati lét az egy ilyen, persze ott is vannak zűrök, mert nem kíván gyerek, stb. stb. Bántalmazzák, tehát ott is lehet baj. De általában ott kapsz egy teljes elfogadást. Most megszületsz, akkor ugye elkezdődik az, hogy leveszik az oxigént rólad, mert a magzat zsinort átvágják lekötés után, és egyszerűen fúzokolsz, és nincs más megoldás, mint lélegezel tehát már eleve van egy ilyen megélés. De ha akkor kapsz egy biztonságot, ráteszik az anyád melkasára vagy az apádéra, akkor megnyugszol. Ezért például a modern nőgyógyászat, hát katasztrofálisan, patológiásan oldotta meg a helyzeteket, ugye elkapták a magzatot és elmentek vele. Ha ugye nem kezdett sírni, akkor hideg víz, meleg víz, hideg víz, meleg víz, aztán vagy sír, vagy nem. Tehát óriási traumák tudnak így történni, mert ezt a váltást nem tudod megcsinálni. Na most ilyenkor, ha ilyen trauma van, ezt föl kell dolgozni, és meg kell haladni. A feldolgozás, hogy megérted, hogy most az a bajom, hogy ezt nem kaptam meg, az még nem oldja meg, hanem meg kell haladni. És hogy ezt nem feltétlen gondolat előtti állapotban tudod megcsinálni a legnagyobb problémánk is itt a születésre és a halára szeretnék visszautalni, hogy nem értjük a megjelenés és eltűnés törvényét. Ha értenénk például a megjelenés törvényét, akkor a születéseink és a szüléseink sokkal kevésbé lennének traumatikusok. De csak most kezdtük felfedezni az elmúlt pár évtizedben, hogy valójában mit jelent az, hogy megszületünk. Szellemileg, lelkileg, fizikailag. Tehát olyan mennyiségű téves nézet van ezzel kapcsolatban, legalább, mint a halállal kapcsolatban, ami az eltűnés. Amíg az élet a homeosztázisban fennmarad, tehát egy fennmaradó, birtokolható állapotot mutat, addig a megjelenés és az eltűnésről nem szoktunk gondolkodni, néha félünk tőle, néha bemegyünk egy, egy halottas házba, vagy egy temetőbe, de nagyon mélyen nem gondolkodunk erről, amíg magunk nem tapasztaljuk azt, hogy igen, mi is megjelentünk, egy darabig maradunk, és utána eltűnünk. Amikor egy olyan tudatállapotot tapasztalsz, amely nem jelenik meg, és nem tűnik el, az a biztonságérzet kezdete. És ezt lehet nem duálisnak, vagy gondolkodás előttinek nevezni, de a nem duálisban mindenféle fogalom előtt még a biztonságérzet sincs. Tehát semmiféle fogalmi reflexió nincs rá, mint hogy az sincs, hogy jó, vagy rossz, felébredett vagy kötött. De amikor az első pillanat, amikor kiléptél belőle, még nagyon közel van, reflektálsz, akkor mondhatod azt biztonságosnak. De valójában ez már az elmének a szüleménye. Hát olyan, hogy biztonság olyan nincs. Állandó változás van, de van egy olyan tudatállapot, amelyben erre nagyon jól rálátsz. Tehát a realitással való szembenézés és ennek a létezésnek a totális kockázatának a belátása, ez valahol a biztonságnak az alapja. Tehát amikor nem gondolkodsz, akkor nincs biztonság problémád. Amikor biztonság problémád lesz, az te teremted meg a gondolkozásoddal. Meg amiket tapasztalsz. És ti mi így? Tehát mikor visszamész a gondolkozás előttibe, akkor nincs ilyen baj. Csak ott jön a baj, hogy ki ebből, és újra félni fogsz a liftől. Most azért mondok ilyen egyszerű példákat, így jobban követhető. Tehát a, a, attól, hogy én a liftől félek, ha ezt nem haladom meg, akkor hiába megyek a gondolkozás előtti állapotba, mert a gondolataimmal újra létrehozom és rávetítem a liftre, hogy félek. Érthető így? Tehát ezt mit csináljuk? Illetve hát aki benne van. Igen, ez így teljesen érthető csak a, enélkül, hogy ez a bizonyos nem tudható, vagy nem mozduló, ha ennek a tapasztalata nincs meg, akkor nincs miért ezért itt ősbiztonságot, meg ősbizalmat keresni, akkor csak örökös szenvedés van, és örökös menetel van, mert nem tudni, hogy mit kell keresni. És hogyha itt ez a tanítás nem lenne, nem lenne meg ez a pont, akkor nem lenne érdemes gyakorolni. És erre mondtam azt, hogy ez a biztonság. Ez erre való első reflexió a biztonság. Egyébként csak a nem tudható van, és ebben a nem tudhatóban semmiféle fogalmiság nincs, viszont mentes attól a szamszádikus körforgástól, amitől szoktunk félni. Tehát ez így oké, okay, csak egy picit kell igazítani rajta, mert ez nem a biztonság vagy annak hiánya. De az erre adott első reflexió az hogy ez biztos. Mert ha ez a pillanat tiszta, minden tiszta. ez a pillanat elvész, minden elvész. Ezt minden zen gyakorló tudja. Te legkeményebb karmikus tornádóban csak fogod, és a két kezeddel megragadsz valamit, vagy letapasztod a padlóra, az asztalra, a székre, és érzed a tenyereddel, hogy ott van egy tárgy, és elkezdesz az érzésen keresztül lélegezni, és lassan visszatérsz a testbe. Lassan a lélek visszatér a testébe. Lassan a tudatosság elkezd összeállni abból a kaotikus entrópiából, amiben bele lehet halni. Érted? Tehát nagyon sok egyéb technika van, és itt tényleg a felszínét karcolom a jéghegy csúcsának, tehát ennek a szakértője Béla. De amikor arról van szó, hogy biztonság, akkor ezt a jelenségek szintjén nem fogod megtalálni. A tudat szintjén első reflexióban igen, paradox módon, mert itt a paradox kell, egy olyas valamiből, Amire nem jellemző semmilyen fogalom vagy duális kategória. Mondok még egy példát. Tegyük fel, hogy valaki úgy születik, hogy nagyon akarják, nagyon megtervezik, és minden optimálisan megvan. És úgy születik meg, hogy nagy baj van. Mitől? Karmikusan hozta. Tehát <laughs> ezzel csak azt akarom neked mondani, hogy ezzel, ha ő életbe marad, mert lehet, hogy nem marad életbe. És ez egy óriási terra a szülőnek, nem értik, hogy miért hal meg. Hát neki az a karmája, hogy meghaljon. Tehát ebből csak azt akarom neked mondani, hogy a, ha ő nem tud biztonságot megélni, tehát a biztonság hiányt egyedül ő tudja meghaladni. Senki helyette nem tudja. A szülei se tudták, Neki kell ezt meghaladni. És ez az emberi fejlődésnek egy nagyon nehéz dolga, és nagyon nehéz ezt el is fogadni, hogy csak én hallathatom ezt meg. Én mondok például egyszerű példát, én mostanában, ugye már öregszem, 83 éves vagyok, van, hogy meditációból fölállok, és megszédülök. Hát nem tudok benne maradni abban az állapotban, mert abban a pillanatban, hogy megszédülök, miért szédültem, meg mi bajom van, most ez. Egy lépést nem tudok csinálni tovább. Aztán meghaladom, és csinálok egy kicsit így, aztán elment. De már nem tudok benne maradni abban az állapotban, mert kijöttem belőle. Tehát hiába több évtizede meditálok, ez az az első három lépése, ott jönnek a gondolatok. Érted így? Köszönjük. Egyéb kérdés? Ott? Visszatérve egy kicsit a korábbi kérdésre, hogy hogy mondjuk tegyük fel egy, egy, újszülött csecsemő meg, megtapasztalja az ősbizalom hiányát, és ez így megszilárdul benne, de akkor még nincsen szerintem se fogalmi gondolkodása, se szokásrendszere, nem erre a bizonytalanságra épül rá az archetipikus valósága, meg a szokásrendszere, és gyakorlatilag nem az van, hogy ez az űr táplálja folyamatosan az ő gondolkodását később? Csak hogyha most arról van szó, hogy akkor mi váltja ki a gondolatokat, vagy a gondolatok váltják ki a... Lehet ezt így, ez, ezt mondtam az előbb az hogy racionalizálás. Uh -huh. De a, a mást mondok neked. Az ősbizalmi hiányát kell valaki, aki létrehozza bennem ezt a hiányt. Most ez két ember, ugye miután ez az, ez az, újszülött, vagy még pár hetes gyerek, az nem tudja létrehozni, őt csak úgy tudja átélni, hogy az anyja nem megfelelően törődik vele. Tehát kell hozzá az. És ezért születik le ilyen anyához, akkor is ha ez logikusnak tűnik, de ez nem logikus. Ez az okókozatiság összefüggése, és az mindenre igaz. Tehát, hogy ő neki ez az ősvizalom hiánya, egyedül nem tud létrehozni. Ahhoz mindig kell valaki, akivel kapcsolatban te ezt kifejlesztetted magadba. Viszont csak te tudod megszüntetni. A sztálinizmusban rengeteg kegyetlenség volt, tehát több kötetnyi. De az az első közé tartozott, hogy az újszülöttet elvették az anyját, és öt napig nem adták neki vissza. Ezt azért csinálták, mert hogyha az ősbizalom megszűnik, akkor felnőtt korában, vagy bármikor a tudatos életében nem fog a másik emberben megbízni. És ekkor semmiféle társadalmi, kohézió, erőteljes társulás, semmiféle olyan tömegszerű dolog nem fog kialakulni, ami működőképes vagy ütőképes. És ez teljesen tudatos volt, és ez a mai napig így van bizonyos kultúrákban. Így. Hát a Jani Csárképzéshez hasonló. De a Jani Csárképzés, elvették igen. a gyereket, és igen. hát most a szovjet barát, vagy orosz barátaik, az ukránok gyerekeit elvették, igen, és elvették. Hát ez Úgy teljesen erről szól. Pontosan. Igen. Szóval az ő bizalomhoz tenném föl a kérdést. Eleve tudom, hogy ez nálam eléggé sérült, és azt is érzékelem mindig, hogy folyamatos kételkedés, meg kételje az úgy ott van mindenben. Uh -huh. És ebből jön az a kérdés is, hogy valóban lehet úgy meghaladni ezt a mintát, hogy utána ez így, mintha ott se lenne, és akkor az egy teljesen más személyiség rendszert, hitrendszert tud létrehozni? Én azt látom, hogy amíg a hatodik pátriárkának a tanítását tapasztalati, aláhúzva háromszor, tapasztalati szinten nem sajátítjuk el, nem éljük meg, addig ez nem gyógyítható. Ez az, hogy eredetileg semmi sincs. Tehát ez azt jelenti, hogy egy hihetetlen magas energiállapot nulla információtartalommal. Tehát a személyiség ezt a részét, vagy a saját teljes egészét úgy tudta feloldani, hogy minden egyes aspektusában, tulajdonságában újra tudja teremteni magát. Tehát ez az extrém transzcendencia, és semmi más nem marad benne, csak az üresség. Ez a teli üresség, vagy üres teljesség. Ez legalább annyira sokáig tart, és legalább annyi erőfeszítés, mint az a terápiás folyamat, amiről hallottál. Még, egyéb kérdék, még ide még mondanék valamit, hogy a, 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 az előbb is mondtam, hogy a biztonság semmiben nem különbözik, hogy milyen módszer van. Itt az van, hogy tudjuk -e, meg tudjuk-e élni. És ez nagyon fontos. De a terápiában az eleinte, ha, ha jó a terápál, az tud adni egy elindulási segítséget. Amit nem biztos, hogy ha egy elvonulásra, ezt megéli. Tehát, hogy vannak olyan extrém esetek, és azért ez nem annyira ritka, ahol valamilyen szintig el kell jutni ahhoz, hogy már például egy spirituális út szóba jössen. És az a nagy baj, hogy rengetegen spirituális útra mennek, amit ők azt hiszik, és nem készítik föl magukat erre. Tehát sajnos ez... És ezt most azért szeretném picit artikulálni, mert nagyon sokan jönnek ide, és korábban megtettünk mindent, ugye, hogy tudjanak zen gyakorolni, akiknek azonnal terápiára lenne szüksége. Tehát most már felismerjük, mert annyi tapasztalatunk van, hogyha valaki tudatilag a zen praxisnak a küszöbértékét nem éri el, azért nem, mert szegény traumatizált, nem tudta még megoldani azt, hogy például beilleszkedjen egy közösségbe, saját magára időrend szerint számíthass, hogy megjelenik, vagy az evés, alvás, ivás, ülés folyamatait önállóan vezérelje, ez nem vicc. Tehát nagyon sok ember ilyen alapszintű folyamatokkal küzdik. Tehát az en az nem egy mindenre panacea-szerű gyógyszer, és hogyha valaki ezeket a küszöböket nem tudja elérni, az nem tud zen gyakorolni, annak más módszerre például egy olyasféle integratív terápiára van szüksége, az a személyiségét nagyon jó módszerekkel összerakják. Mentális csavarokkal össze, hogy kicsit érezze már magát, és elkezdjen működni és a fordítottja is igaz, amikor már valaki annyi terápián volt, és már annyira egybe van, és még mindig a saját ényét nem tudta a kör közepéből kivenni, ott már csak a meditáció segít. De erről beszéltünk korábban, hogy ez egy egészséges körforgás tud lenni. Jó? Utolsó kérdés, Jönni? akkor az a, a, látó, aki látja az életet és a halált, az csak az előszobája ennek az üres ürességnek? Ami látja. Ami látja. Így már nem csak az előszoba, a tere, a teljes tere az egésznek. Tehát ez a vidja, ez a látó, ez innen jön. Ez ennek a manifestációja. És nagyon közel van hozzá, mert semmilyen antropomorfizálás, attribútum, humanizálás nincs rajta. Az emberben ez azt mondja, hogy én. Ezzel elköveti a legnagyobb hibát. És megadja a legnagyobb lehetőséget. De most azért nem mondom tovább, mert ha tovább mondom, akkor távolabb kerülünk tőle, és nem segítek rajtad. De Béla mondhatja tovább, mert ő ezért van itt. És hogyha megmarad benne is... Te mondom, nem... mondhatja tovább. Te nem mondjad, te mondjad. Hogyha, meg, hogyha megmarad benne és nem mondja ki, hogy én, akkor pedig nem történik semmi. Mm -mm. Az a baj, hogy nem tudja nem gondolni, vagy mondani, hogy én. A számára, hogyha benne marad, akkor nem jelenik meg, hogy történik, vagy nem történik valami. Na most a víznya tehát a tisztállátása úgy van, hogy mindenre. Hanem úgy van, hogy egyre inkább átlátom a dolgokat. Tehát ez egy folyamat. Például én soha nem olvasok el most, ugye nem nagyon vállalok új eseteket, a záró jelentéseiket. Meg se nézem. Aztán, ha valami szakmai ízé fölmörül, akkor utólag elkérem. Mert hogyha figyelek rá, az ha sokkal többre megyek, mintha valaki előző vélemény sorozatokat olvasok. Ugye most például ez, hogy a föl kell rakni a infóra az összes marhaságot, amit valakivel csinálnak, és akkor akarták, hogy a pszichoterápiát is rakjuk föl. Hát ez gyilkosság. Ez nem más, mint gyilkosság, tehát személyiség gyilkosság. Mert gondold azt el, hogy amire én rájövök, azt fölrakom, azt valaki elolvassa, és akkor annak megfelelően reagál. Tehát. na, de itt csak azt akarom mondani, hogy ez azért egy, egy, egy hosszú folyamat, hogy én elkezdek elszakadni, amit eddig hittem a világról, egyre jobban távolodok, és akkor ebben jobban benne tudok lenni, egyre jobban benne tudok lenni. Tehát ugye sokszor meg lehetett látni a, például a nagy jogiknál, <kül> nekem volt ilyen élményem, hogy nagyon távol tartott ettől magát mindaddig, amíg nem kerültünk olyan helyzetbe. Például elmentünk a Himalájába egy közös kirándulásra. És hát teljesen világos lett, ahogy viselkedett, hogy meghaladhatatlan anyag problémája van számomra. De az addig nem derült ki. És valószínűleg őnek is se derült ki. De attól én még ezt meglátom, mert nagy gyakorlatom van benne, hogy ezt észrevegyem de mindent én se tudok meglátni, egy csomó dolgot még nem látok át. Tehát én ezt úgy gondolom, hogy ez egy folyamat. Azért egy folyamat, mert hiába kerülsz bele. Mitől zökkensz ki belőle? Na az a, azért folyamat. Ezért nem tudok állandóan benne maradni, mert kijövök. Tehát Hat rám a magam, előbb ugye mondtam ezt a megszédülést, hagy hat rám a környezetem, és Hát van, aki benne tud tartósan maradni. Kinek van még esetleg? Megköszönjük, hogy dr. Daubner Béla ellátogatott hozzánk, mesteri tudásával és tapasztalatával. Köszönöm mindenkinek a figyelmet. Azt hiszem, hogy ez a tíznapos elvonulás, ez egy igazi darma bőségtál volt, hiszen most az ötödik Mesterrel találkoztok tíz nap alatt. Minden nap volt interjú, és ez, hogyha jól számolom a harmadik darma beszéd. Tehát én azt kívánom, hogy ezzel a lelkesedéssel folytassuk tovább a gyakorlatot, az ébredés és fejlődés uh, folyamatát, úgyhogy tudjuk, hogy ma már a negyedik darna beszédet hallottuk. Ez nagyon fontos, mert számolni tudni kell. Köszönöm mindenkinek a megtisztelő figyelmet, világnak a látogatást, folytatjuk. Én is köszönöm. Tudtatok figyelni. Ah, most két hónapja nem, nem adtam el. <laughs> a friss vagy. El. Köszönjük szépen.